A Biatorbágyi Benedek Elek óvoda Legóvártag óvodájában járunk, ami most már teljes mértékben átadásra került. A gyerekek birtokba is vették ezt a csodaszép játszó parkot is. Tulajdonképpen mit lehet elmondani, hogyan indult be az óvodai élet itt ebben az új óvodában? Január utolsó hetében egy nagyon intenzív költözéses hét, rákészüléses hét után, ami alatt a gyerekek otthon voltak kis szabadságon, nagyon nagy várakozással érkeztek az óvodába. Azt lehetett rajtuk látni alapvetően, hogy a korábbi kis szűk, összezárt életterükből egy nagyobb térbe, egy nagyobb épületbe érkeztek ők meg, és azért az a megszeppentség ott kiült az első nap az arcokra, amit éreztek ennek az új közegnek a láttán birtokba vételén. Ez a hely az óvoda pedagógusok számára is ugye nagyon jó lehetőség, hiszen eddig egy sokkal szűkebb térben dolgoztak ők is, és hát tulajdonképpen egy nagyon nagy fejlődés az önkormányzat támogatásával jöhetett létre ez az intézmény ilyen formában most már. Mik azok az újdonságok, amiket itt meg lehet valósítani, és mint óvoda vezetőként szeretné is, hogy bizonyos újítások, amik a gyerekeket segítik, jelen legyenek? Azt gondolom, hogy csak a szakmai képzelet szabhat határt annak, amit itt véghez tudunk vinni e falak között. A gyerekeknek eleve sokkal nagyobb az élettere, minden szempontból sokkal jobb hatást gyakorolhat rájuk bármilyen óvodai élmény, ha azt van hely, idő és tér megélni. Itt sokkal több lehetőség van a gyerekek mozgásfejlesztésére, gyönyörű nagy tornatermet kaptunk. A korábbi Legóvár kis konténerébe is természetesen volt csoportszoba, az ott lévő eszközök átköltöztek ide, de maga az eszközöknek a használatára a tágasabb terekben is sokkal nagyobb lehetőség nyílik. Bővült az udvari mozgás lehetőségeknek a sora is ezekkel a gyönyörű új modern játszóeszközökkel, de nem sokára elkészül egy burkolt sportudvarunk is, egy védettebb részén az épület hátsó traktusa mögött, ahol kifejezetten sportmozgásokra, több célú mozgásfejlesztő tevékenységekre tudjuk a gyerekeket mozgósítani. Ebben az épületben kaptunk egy sószobát, ami kuriózum itt Biatorbágyi óvodák tekintetében, eddig egy épületünkben sem került még kialakításra, és nagy várakozással tekintünk elébe, hogy a gyerekeknek majd, amikor már a normál menetrendben tudunk működni, a rendes, időszakos, megfázásos tünetei, megbetegedések mennyivel kevesebbszer fordulnak majd elő, ezzel kíváncsiak leszünk. Kihasználták már eddig is a kollégák a sószobát az elmúlt hetekben, nagyon élvezik a gyerekek, egy teljesen új terepet ad nekik a jövőre nézve. Talán kimondhatjuk, hogy van minek örülni. Ugyanakkor hiába van itt ez a szép, jó idő, szinte már tavasias az időjárás. Sajnos a COVID harmadik hulláma megérkezett, és Biatorbágyra is, ez érinti az óvodákat is. Bizony ez egy friss hír. A Meserét tagóvodánkat kellett most 10 napra bezárni. Ott a kollégák és a szülők körében is több megbetegedés történt, és úgy láttuk jónak, hogy Csirájában elfolytani a további terjedés lehetőségét. Abban a tagóvodában most általános fertőtlenítés zajlik, és a fenntartó támogatásával a kollégák tesztelésének megszervezésére is sor kerül. Óvodába történő beiratkozásról, ha néhány gondolatot mondana. Én nagyon várom a központi értesítést róla, hogy a kormányhivatal miként szeretné, ha idén megszerveznénk ezeket az alkalmakat. A tavalyi évben ugye minden online felületen működött. Én attól tartok, hogy idén sem lesz ez másképp, már csak elővigyázatosságból sem. Én azt fogom szorgalmazni, hogy lehetőség szerint online felületen jelentkezzenek a családok az óvodákba. Ennek a részleteiről természetesen az óvoda honlapján és az önkormányzati honlapon is beszámolunk majd.